babi kikocsmába. Rávágok a tiófa asztalára. Kaszákkal, élelemmel felpakolva, dalolva indultak el a résztvevők a kisdorogi aratonnapon a búzatáblák felé. Idén már 6. alkalommal rendezték meg ezt a népszerű eseményt, ahová már nem csak a falu lakosai, hanem a környező települések lakói is eljöttek, hogy együtt elevenítsék fel a régi aratonnapok szokásait. Ömböli Zoltán Hidasról érkezett, a Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület tagjaival együtt, ők most először vesznek részt az aratonnapon. Erőt, egészséget! Arató Fesztiválon Hertelendi falván vettem részt ezelőtt 3 esztendővel, és én bizony még emlékszem arra az időkre, amikor kézzel arattunk, ugyanis ezelőtt 45-50 esztendővel azok az akkori kombánok nem tudták felszedni a ledőlt gabonát. Édesapám talpra esett ember lévén kivett egy-egy részest a téjezből, és mentek ők. Kaszált, édesanyám markot szedett, én meg a kötelet dobáltam. Majd rá 2 esztendőre kötöttem, és 15 éves koromban már a kaszát húztam. Bízom benne, hogy hagyományteremtő, mint ahogy korábban már volt itt, ugye nem az első alkalom. És így, hogy a szövetség is bekapcsolódhatott, így külön örülök, és úgy gondolom, hogy tudjuk segíteni és támogatni mindenképpen ezt a rendezvényt. Az aratás és a hozzá kapcsolódó szokások a bukovinai székelyek kultúrájának is a részei voltak, mondta el Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke, aki örömmel vette a meghívást a rendezvényre. Elég sok értékkel rendelkezik ez a szokás, illetve ez a munkafolyamat, amelyet bízom benne, hogy így ez a nap is lehetőséget ad arra, hogy elő tudjuk szedni, főleg az idősek által, hiszen hála Istennek vannak azért még idősek, akik még megélték ott kint. És tulajdonképpen ezeket a folyamatokat ma már ugye a fiatalok nem látták, nem is hallottak sok mindenről, de úgy gondolom és bízom benne, hogy ez a lehetőség kamatoztatja majd, és lehetőséget ad arra, hogy ők is megismerjék, és hát használják legalább ezen a napon ezeket a fogásokat. Végül is itt nagyon jó kis közösség van, amely annélkül is működne, hogy és nem is akarjuk mi ezt irányítani, hiszen minden tagegyesületünk, ugye most már 48-49 tagegyesületünk van, minden tagegyesületünk attól túlmenőleg, hogy a Bukovinai Szövetség részét képezi, mint ernyőszervezet a szövetség átfogja, illetve összefogja, de az önállóságuk megvan, tehát mindenkinek van lehetősége ilyen hasonló programokat, akár lekvárfőzés, akár Pityóka Fesztivál, mint Mányokon lesz hamarosan, akár ez az arató nap is legyen az övéké, és tulajdonképpen az ő elgondolásuk szerint. Mi hozzáteszük azt, amit úgy gondolom, hogy nem erőszakos módon, de mindenképpen erősítjük, segítjük, támogatjuk, és hát ugye meg is hirdetjük. És így bízom benne, hogy minél többen leszünk, ha bár hála Istennek most is elég szép számmal összejöttünk. A Kisdorogi Székely Hagyományőrző Egyesület elnök helyettesének, Jakab Róbertnek a fejében körvonalazódott először az aratónap ötlete. Ez az én ötletem volt ezelőtt 6 évvel, hogy kellene egy aratónapot itt a faluban megrendezni. Hát a székely körös lányok, hogy nagyon meleg van, nem igazán jó ötlet, akkor elmaradt a következő évben, milyen programokat csináljunk. Hát ők vetették föl, hogy akkor Robinak az ötletét, milyen jó lenne egy aratónapot. És akkor ezt mindig ilyen kicsibe csináltuk falui szinten, és egy-két a Székely Szövetségből egy-két csapatot vagy egyesületi tagot hívtunk meg, és az ilyen 80-100 főig volt, de azt így házilag meg tudtuk oldani. Most zsűrizés is lesz, tehát fogjuk nézni az ételeket, amit jelképesen reggelire be fognak mutatni, az lehet kosárba, lehet kis batyuba, ezt ki fogják teríteni, ezt mind meg fogjuk, a zsűri meg fogja nézni, fogjuk nézni az öltözéket, a szerszámokat és a munkavégzést folyamatát, tehát a kaszálástól a keresztrakásig. Ezt így fogjuk zsűrizni. Régen akkor kivitték a hagymát, a szalonnát, esetleg kolbászt, akinek volt még kolbásza, mert ilyenkor már a szalonna is megolvad, de azt lehetett
akár a zsírját is felszedni, és a kenyér, és a pálinka. Tehát bort nem is vittek ki, hanem volt arató pálinka. Az arató pálinka, az azért volt arató pálinka, az nem 50 vagy 51 fokos volt, hanem azt egy kicsit mindig fölhígították vízzel. És azért nem voltak szomjasak akkor, mert mindig abból kortyoltak egy kicsit. A versenyekre nevezni kellett, és attól függően, hogy hány csapat vesz részt a kaszálásban, úgy jelölték ki a szervezők a búzatáblában a parcellákat. Kijelöltük a buzáknak a terület, tehát a buza területet kijelöltük, ölezővel, hogy mindenkinek egyforma legyen, hogy véletlenül se legyen az, hogy most valakinek több lett. Ezt szépen kijelöltük, meg vannak sorszámozva, most majd kalapból ki fogja húzni mindenki a sorszámot, hogy hányos pásztához fog oda állni, és akkor majd ott fönn folytatódik tovább. Hát ott fogjuk majd megnézni az ételeket is. A legügyesebb arató, a legszebb ruhát viselő és a legkreatívabb elemózsiás csomaggal érkezők oklevelet és serleget kaptak jutalmul.